Szia, jó reggelt! Ma reggelre egy kis mese lesz az adventi kalendárium következő kis története. Úgyhogy fogad szeretettel, indítsa ez a napodat. A négy gyertya meséje. Egyszer volt, honnan volt, volt egyszer négy gyertya. Annyira nagy volt körülöttük a csend, hogy tisztán lehetett hallani, amint beszélgetnek. Azt mondta az első. Én vagyok a béke, de az emberek nem képesek életben tartani. Azt hiszem, el fogok aludni. Néhány pillanat múlva már csak egy füstölgő kanóc emlékeztetett a hajdanán fényesen tündöklő lángra. Azt mondta a második. Én vagyok a hit. Sajnos az emberek fölöslegesnek tartanak. Nincs értelme tovább égnem. A következő pillanatban egy enyhe fuvallat kioltotta a lángot. Szomorúan így szólt a harmadik gyertya. Én a szeretet vagyok. Nincs már erőm tovább égni. Az emberek nem törődnek velem, semmibe veszik, hogy milyen nagy szükségük van rám. Ezzel el is aludt. Hirtelen belépett egy gyerek, és amikor meglátta a három kialudt gyertyát, felkiáltott. De hiszem, nektek életek kéne mindörökké. És elkeseredésében sírva fakadt. Ekkor megszólalt a negyedik gyertya. Ne félj, amíg nekem van lángom, meg tudjuk gyújtani a többi gyertyát. Én vagyok a remény. A gyermek szeme felragyogott, megragadta a még égő gyertyát, és lángjával életre kezdett.